Nézeteltérés alakult ki két férfi között italozás közben Ecsekfalván. A vita tetlegességig fajult, és az idősebb férfi egy késsel nyakon szúrta vendégét. A mentők a megszúrt férfit súlyos, életveszélyes sérüléssel vitték kórházba. A rendőrség bűnügyi osztálya emberölés kísérlete miatt indított büntetőeljárást a 47 éves ecsekfalvi férfi. A 47 éves ecsekfalvi férfi ellen és őrizetbe vette. A helyiek megdöbbentek az eseten. Hát nagyon sajnálom, mert ez egy nagyon rendes család. Nagyon sajnálom a férfit, mert nekem munkatársam volt, nagyon jó munkatársam volt. Én jó családapárnak tudom. Hát elpattant a célna nála. Nem tudok többet az eset. Igazából konkrét esetet nem tudok, mert észre se vettük be attól, hogy itt vagyunk a szomszédban. De nagyon sajnálom. De bízom benne, hogy a sérülés nem olyan veszélyes, és nem lesz olyan hosszú a dolog.